Üdvözlök mindenkit a Révai Miklós Gimnázium honlapján. Engem Bognár Gergelynek hívnak. A mostani kísérletünkben Bernoulli törvényét fogjuk megvizsgálni néhány nagyon egyszerű eszköz és kísérlet segítségével, amelyet otthon is nyugodtan elvégezhettek. A szükséges eszközeink pár papírfecni, illetve egy gégecső. Gégecső gyanán nagyon sok minden megfelel, a porszívó csövétől kezdve, az ilyen csövekig, amit például építkezéseknél használnak, a falba építik be, és talán ebbe fognak majd a különböző vezetékek elhelyezésre kerülni. Ezt a gégecsövet a fejem fölött megpörgetve egy furcsa hangot figyelhetünk meg. Első körben nézzük meg ezt. Két jelenséget is megtapasztalhatunk egyszerre. Az első jelenség az, hogy megpörgetve ez a cső hangot adott ki magából, megszólalt. A jelenség magyarázata a bevezetőben említett Bernoulli törvény. A mozgó gégecsőnél ugye a sebessége, a környezetéhez, a nyugvóhoz képest sebessége megváltozik, vagyis ha az áramlási sebességünk ugye megnő, akkor a nyomás az lecsökken, a gégecsőben mozgott a levegő, még körülötte nem mozgott a levegő, ez a nyomás különbség egy légáramlatot indít el ebben a gégecsőben, és ez a légáramlat, mivel a gégecső egy picit barázdált recélt, a hangot is létre fog hozni, tulajdonképpen apró pici örvények válnak le ezek a kis redőkön, amelyeket mi hangként, hangformájában érzékelhetünk. Emellett egy másik jelenséget is megfigyelhettünk, ez pedig az volt, hogy ez a hang, ez nem volt egy folytonos, állandó magasságú vagy mélységű hang, ami egy picit változott, ennek az oka a Doppler effektus, amikor pörgettem a gégecsövet, akkor egyszer a kamera felé közel lett, majd onnan távolodott, és ugye a mozgó hangforrásból származó hangnak a frekvenciája az megváltozik, egy kicsit eltér a nyugvó frekvenciához képest, ezt is megfigyelhettük. Hogy valóban légáramlás történt itt, az pedig a papírfesztékkel szeretném szemléltetni. Ezeket a papírfeszléket kiszórom az asztalra, és ugyanúgy, mint az előbb, meg fogom pörgetni a gégecsövet, és a gégecsőnek a nyúló végét azt a papírfeszlékhez fogom tartani. A meginduló légáramlat reményeim szerint fel fogja szívni ezeket a kis papírfecniket, és utána ezek majd a mozgó cső másik végén fognak távozni. A távozás az valószínűleg nem fog látszódni a felvételen, de a felszívás az minden bizonyban látványos lesz majd. Vigyázni kell, hogy pörgetés közben az ember ne vágja fejbe magát. A papírfecnik azokat valóban felszívta, és talán látszik is, hogy különböző helyeken szétszórva ki is repültek ebből a csőből, vagyis ismét igazoltuk Bernoullinak a törvényét, hogy az áramlási sebesség, ha megnő, akkor a nyomás lecsökken. Ez a gégecsőben egy légáramlatot hozott létre, amely képes volt az asztalra elhelyezett papírfecniket felszívni és körülöttünk szétszórni. Ha valaki igazán látványosan szeretné tenni ezt a kísérletet, akkor papírfecnik helyett használhat konfektit is, és tulajdonképpen egy kisebb konfekti esőt tud létrehozni, persze utána sokat kell takarítani. Próbáljátok meg a kis telefon is elvégezni, rendkívül egyszerűen összeállítható, mindenkinek jó kísérletezést kívánok hozzá, és maradjatok velünk, mert itt a honlapon még sok érdekes videót láthattok.